Mumbaiban mindig is volt bűnözés. Ez mindig jellemző volt a városra. A szervezett bűnözés robbanásszerű növekedésnek indult a 90-es években. A gyilkosságok nyíltan történtek. Senki nem volt biztonságban. Elsősorban Dawood Ibrahimra koncentráltam. The boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company. Decided that I've got to get these fellows. Come what may. Ha ők meg tudják félemlíteni a közvéleményt, mi is meg tudjuk őket. Ez az eset ütközet néven vált ismerté. A szervezett bűnözésre gyakorolt hatása elképesztő volt. Dawoodot érzékenyen érintette a dolog. Üzenetet akart küldeni. The deadliest terror attack India has ever seen. Nekünk ez olyan volt, mint szeptember 11-e indiai megfelelője. Az 1993-as robbantások után megalakították a különleges osztagot, és szabad kezet kaptak, korlátlan hatalmuk volt. A különleges osztag egyfajta hivatalos felhatalmazással rendelkezett. Ezek a rendőrök szinte olyanok voltak, mint a rockstárok. Versenyeztek egymással. Mindenki arra hajtott, hogy ővé legyen a legnagyobb szám. Mindenki szívesen nézte, hogy gengsztereket ölnek meg. Egyetlen emberi lény sem szívesen öl meg egy másik embert. A sajtó a nyugat leggyorsabb lövészének hívott. Bum, a következő héten lelőttél. Hogy tud valaki 87 embert lelőni, anélkül, hogy egy karcolás lenne rajta? Ott volt a sajtó, a tévé, az emberi jogi szervezetek, bíróság, senki nem szólt egy szót sem. Who is going to decide this man is a gangster or not?